Sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Jurassic World The Games következő részében. Yeah! És ha kérdeznétek, hogy miért a Pyroraptorral köszöntem be, ez azért van, mert mostanában, ahogy játszok a játékkal, és ahogy jönnek a frissítések, észreveszem, hogy a dinóknak a úgymond animációját, meg egy kicsit a kinézetét elkezdték egy picikét változtatni. Vagy nem tudom. Nekem egy kicsit néha már úgy, nem tudom, olyan... Ja. Na mindegy, lényegtelen. A lényeg az, hogy ebben a videóban, ahogy a cím is fogja nektek mondani, végre kifulloztuk aranyt. És itt az idő, hogy kivegyük a inkubátorból. Igazából ebben már vártam, már egy jó pár napja kész van a inkubát, a fejlesztése, csak vártam az időt, hogy fel tudjam venni úgy a videót, hogy besz. És most így néz ki, nagyon beauty. Nagyon beautiful. Egyébként az a hártya, vagy nem tudom mi, ami ott a első ja, első lábánál van, az nem tudom, hogy mi, tudja, nem mozogjál annyit. Az a piros rész, amire most nem is tudtam, hogy ennyire rá lehet közelíteni. Na, a lényeg az, hogy látjátok azt a, azt a pirosas részt a lábánál? Az nekem annyira nem tetszik, az nem tudom, hogy miért van ott, nem emlékszem, hogy ott kéne lennie, de mindegy. Most inkább azt a oldalát nézem, ahol több a fény. Yeah, boy. Mondjuk szerintem a dinók árnyékolása egy picikét, nem tudom. Lehet, hogy jobb, de én azon a véleményem vagyok, hogy egy kicsit olyan össze-vissza. Mert a dinók valamelyik részén jó árnyékolás, valamelyik részén meg nagyon sötét, szerintem. Én csak ezt azért mondom, mert aki ismeri a másik csatornámat, a úgymond kreatív csatornámat, a Rainbow Gotot, ott ugye mostanában elkezdtem tanulni a árnyékolást, meg úgy elemezni a más rajzosoknak a munkáját, szóval úgymond kipróbálni, hogy hogy csinálják, meg hogy tudom azokat a dolgokat csinálni. Az a lényeg, hogy most tanulgatom ezt, vagyis így most egy kicsit olyan, hogy mondjam úgy igazából, és azóta én már nagyon okos vagyok, szóval a lényeg az, hogy a árnyékolást azt megcsinálhatnák jobban, de így se rossz, ennyi. Na, én viszont örülök, hogy arany viszont fullos lett. Igazából, ha feletetem teljesen, akkor 3591 élete van, és 1870-et sebez. Igazából igazán megcsinálhatták volna azt, hogy mondjuk, hogy kereken 2000-et sebzen, de lusták voltak. Na mindegy. Igen, őt mindjárt visszahozzuk majd, most annyira nem lényeges. Ezt a feladatot átveszem, hogy megkapjam a DNS-t. És igazából... még jött egy olyan dolog, nem olyan rég a Jurassic World-be, aki mondjuk úgy játssza a játékot, mint mostanában én, hogy nem minden nap, hanem mondjuk csak egy héten egyszer, vagy ilyenek, akkor az is talán furcsálhatja, amit mondok, de képzeljétek el, behoztak egy olyan dolgot, hogy lehet, hogy ezt az előző videómban is említettem, nem emlékszem pontosan, hogy bizonyos dinókat, meg őslényeket, amik régebben mondjuk sima arany, vagy ezüstök voltak, azokat most megcsináltak legendárira, ezüstre, aranyra, szóval egyre, egyel nagyobb szintűre csinálták.
Például ez a szarvas, ami itt van középen. Ez régen ezüst volt, azt hiszem. Most meg legendári. Értitek? Szóval, és ezt nem értem, hogy pontosan miért. Lehet, hogy azért, mert ezek a legjobbak. Mondjuk nekem a kedvenc őslényem az nem a legjobb. De így is legendári lett. Szóval nem értem, hogy miért. És egy kicsikét többet sebez. Több élete lett, meg többet sebez. Mert legendári lett. És nem értem, hogy ezek miért lettek legendárik. Én ezt nem értelmezem. Na mindegy. Ez nekem új nekem. Van egy új szarvasszerűség a játékban. Jó, figyeljetek, én mostanában nem játszok olyan gyakran a játékkal. Így lemaradok az ilyen dolgokról, de nekem ő új. De igazából örülök, hogy behoztak egy másik szarvas-szerű őslényt, mert igazából nagyon sok medve, meg kutyaszerű van. És most, hogy nagyon sok kutya, meg medveszerű van, és most behoztak egy szarvasszerűt, így most már három szarvasszerű lesz. Yay! Igazából a legendáriak közül gondolkodok, a hibridek közül gondolkodom, melyiket tudom kikeverni. A te kipkeverésedhez kéne a mamut, ami nincs meg. A te kipkeverésedhez igazából aztán megvan minden, csak ki kell fúlozni. Majd meg kell néznem. Ő ezüst hibrid volt, de most arany hibrid lett, azt hiszem. A ő kikeveréséhez igazából megvan minden, azt hiszem. Nem vagyok biztos benne, hogy ki van meg kártyában és ki nincs. A kutyaszerű az nekem nincs meg, azt tudom. De a másik az megvan. És ez úgymond a legújabb. Ezt lehet, hogy ki is tudom keverni. Várjatok, megnézem. Mert lehet, hogy ki tudom keverni, mert lehet, hogy mind a kettő cucc, mind a kettő őslény, ami megvan hozzá, az megvan nekem. Várjatok, mi kell hozzá? Azt hiszem ő. Most pontosan nem figyelt. Nem ő kell hozzá. What? Most egy kicsit összezavarodtam. Azt tudom, hogy kicsikét lassan tölti be, mert nem töltöttem vissza a játékot. Igen, ez kell hozzá. Ez megvan nekem. Sőt, ki tudom fullozni még egyszer, hogyha nagyon akarom. És a másik is megvan nekem fullosan, nem? Igen, a másik is megvan nekem fullosan. Akkor ezt ki tudnám keverni. Most gyorsan megnézem, hogy megvan-e mind a kettő kártyában nekem. Igen, itt vannak szinte egymás mellett, és mind a kettő úgy 1000 ér. Szóval ez annyira nem vész, szóval ez semmi. Akkor szerintem keverjük ki ebbe a videóba ezt a hibridet. Várjatok, milyen erős? Mert én mostanában úgy keverek ki dolgokat, hogy érdemes vagy nem. Ha nem érdemes, akkor későn. Akkor később, akkor majd valamikor keverem ki azokat, amik nem annyira értékesek. Jó, tudom, a hibridek azok erősebbek, mint a... Nem ezt akartam. Na mindegy. Tudom, hogy a hibridek erősebbek, mint a sima verziós őslények, vagy ilyesmi. De ez nem mindig igaz egyébként, mert sok csillogó dino és sok legendári dino van, ami erősebb pár hibridnél. Na, nézzük. Majdnem 3000 élete van, 2830 élete van, és mondhatjuk azt, hogy kb. 600-at sebez. Jó, nem pontosan 600-at, csak én kerekítek, szóval kb. Úgy 600-at sebez. A mellette lévő... Annak kevesebb élete van, de viszont többet sebez. Jaj, sokkal többet.
Oké. Okay. Mondjuk a kutyaszerű, az, a kutyaszerű lény az ehhez nincs meg. Őt viszont lehet érdemes kikeverni, mert sok élete van. Viszonylag nem rossz a sebzése is. És a csillogósak. Őt érdemes viszont kikeverni. Igazából nem nagyon koncentráltam erre. De őt érdemes, mert sok élete van és sokat sebez. És a másik. Oszta! Ennek meg nagyon sok, ennek meg tényleg sok élete van, de viszont nem sebez olyan sokat, mint a másik. Hát akkor ezt a kettő csillogost, ezt érdemes viszont kikeverni. Ja. Ezt a sima hibridet csak talán a életmennyisége miatt lenne jó kikeverni. Nem tudom. Most én gyorsan átnézem, hogy miért megyek akvára, hogy pontosan most kik vannak nekem benn. Meg. Jó, megvan. Jó, persze az újak azok nincsenek meg. Várjál, a tigris-bigris az megvan? Ez aztán meg kell, hogy legyen. Mert ha megvan nekem fullosan, akkor meg kell lennie. Hello? Most én nem látom, vagy hülye vagyok? De most komolyan kérdem. Hát nem a ezüstnél van. Á, itt van, megvan. Ó, 6700-ba kerül. Hát, oké. Hát az árak is eléggé felmentek. De mostanában azért gyűjtögetem a DNS-t. Mondjuk az a baj, hogy nekem a DNS-ből soha nem lesz annyi, mint kajából, meg pénzből. Ez azért van, mert azt a DNS-t azt csak akkor kapok, hogyha olyan feladatot csinálok, amiért DNS-t kapok. Vagy akkor kapok DNS-t, hogyha ugye amikor a dinók így úgymond ki akarják szabadítani magukat, és akkor így játszanom kell velük, akkor kapok egy kis DNS-t. De igazából, ha úgy mondom, naponta játszanék a játékkal, és ezt minden nap megcsinálnám, akkor se lenne olyan gyorsan annyi, amennyim van. Lehet, hogy egy kicsivel több lenne, de nem sokkal. Szerintem, ha egy héten keresztül minden nap játszok, és minden nap csinálom a DNS-es dolgokat, akkor szerintem egy, nem tudom, most csak tippelek, hogy 4000-nél több DNS-t. Most figyeljétek, lehet, hogy túlzásba estem. De szerintem 4000-nél több DNS-t nem tudnék összegyűjteni egy hét alatt. Vagy két hét alatt. Nem, igazából ezt még soha nem teszteltem le, hogy ez hogy megy pontosan. Na mindegy. Hát akkor igazából azt a hibridet, amire mondtam, hogy ki tudnám jelenleg keverni, lehet, hogy inkább nem keverem ki. Mert igazából annyira nem mondhatnám erősnek. Talán jól néz ki meg, talán van egy kicsi életmennyisége, de nem tudom, szerintem annyira nem erős, vagy hogy mondjam. De várjatok, azt a legendárit, azt ki tudnám keverni? Most ezen gondolkodtam, hogy
várj, csak valamelyiket. Á, egyik az 10-esen van meg, nekem a másik meg csak 30-ason. Oké, és a másik hibridhez való cuccok? Egyik 30-as, jó, a másik az nekem nincs meg. Jó, és mondjuk ehhez a cuccok? Egyik 30-as, a másik full. Szóval ha azt a hosszú nyakú őslényt kifullozom, akkor végül is ezt ki tudom keverni. Oké. Igazából próbálkozhatnék ezekkel. Mostanában sok mindent mondtam nektek egyébként, nézők a Jurassic World-be, hogy ez ki lesz keverve, az ki lesz keverve, ez a projekt, az a projekt. De igazából nekem nincs ebbe a játékba terve. Szóval, ha látom, hogy vannak olyan dolgok, amik számomra jók lehetnek, akkor azokkal próbálkozok, de tudjátok, nem azonnal megy, szóval, ja. Hát akkor lehet, hogy meg kéne próbálnom ezt a hosszú nyakú hibridet kikeverni. Megfejleszteni azt az ezüst szarvas szerűséget. Ja, és most már nem mondom ki a dínok nevét, mert nem akarom, hogy a videó alatti chat arról szóljon, hogy milyen béna vagyok. Na, szóval... Túl sokat beszélek, most menjünk egy kis csatát. Ezt a... ami JV pointért megy, úgymond, ezt csinálom, mert ez nehéz. És akkor ez egy kicsit izgalmasabb, mint ha egy normális csatát mennék. Na, husi, vízi. Ekkor azt tudjuk csinálni, hogy csak vízit rakunk be, vagy vízi, repülős vízi. És nem szabad kisebb életűnek lenni, mint amennyit sebeznek ezek. Na. Nem akarom... Jó, ez a feláldozható. Mindig az első dino, amit berakok, az a feláldozható. Sok élet, kevés sebzés. Feláldozható, akkor utána az be fogja tenni. Mondjuk... Ebben kiütjük. Mondjuk... Vagy a másik, az a kicsi legendári repülősünk, az hú van. Az nincs itt? Kicsi legendári repülős. Vagy csak elnéztem. Ja, az most izém van. Oké. És akkor be kéne raknunk még egy vizit, mi? Rakjuk be a szarkót, az kész. Na. Szerintem csak ezt a egy meccset csinálom meg a videóba, aztán befejezem, mert ezt a videót nem akarom hosszúra csinálni. Igazából ebben a videóban csak ezt akartam elmondani, amiket észrevettem, meg ami új a számomra, és ennyi. Meg azt, hogy aranyt kifulloztam. Ennyi. Ennyit akartam ebben a videóban egyébként, szóval. Meg azért megpróbálok minden ilyen normális videóban csatázni is, hogy talán ne legyen annyira uncsi. Elgondoltam, hogy bedobjam. Mondjuk szerintem ez nem sebez olyan sokat, de viszont marha sok élete van. Most várjál, nem tudom, hogy érdemes-e pajzsolnunk. Mindegy, kettőt kellett volna pajzsolni. Mindegy. Na most ő is bónuszozott egyet, biztos. Most bónuszolunk mi is. Pajzsolt? Kettő kell neki, hogy kiüssön, szóval. Ó, mind a négyet? Oké. Akkor simán kiütjük. Igazából bármilyen csatát, amit csinálok, akármilyen szintű dinókkal csinálom, mindig az első csata a legkönnyebb. Aztán a középső csata az már egy kicsikét nehéz, és a legutolsó szokott lenni a legnehezebb.
De néha van olyan, hogy a középső csaták a legnehezebbek. Na nézzük, neked mennyi ütés kell. 4. 4. Védekezzünk, vagy ne? Mennyit üt? Jó van, ki tudjuk védeni. Így. Bum. Egy kicsikét lehet, be vagyok rekedve egyébként. Oké. 4000 életed van. Ki tudlak-e ütni 5-ből, vagy nem? Pont 5. Oké. Lehet, hogy inkább csak bónuszolnunk kellett volna. Mindegy. Egy ütés vagyunk. De most kíváncsi vagyok, hogy egyet támad-e, vagy többet. Egyet támadott. Akkor most itt... Most ezt vagy elrontjuk ezt a csatát, vagy nem. De szerintem lehet elrontottuk. Hat. Hát szerintem 3-ból simán kiüt minket. Ja, ez mi kész, vége. Pedig ez a csata egyébként egyszerű. Szóval néha van ilyen, hogyha elrontok valamit, akkor vége. Várjátok, megpróbálom még egyszer, csak mondjuk más dínókkal tegyük fel. Szerintétek, hogyha bedobok egy vizit, akkor valószínűleg be fog dobni egy izét. És nem, hülye, butus vagyok. Nem akarom a kaproszokuszt feláldozhatónak csinálni. Az a baj, hogy lehet, hogy még kell nekünk majd vízi. Szóval nem kéne összes vízit elhasználni. Akkor rakjuk be a szokumimuszt. Akkor rakjuk be téged. És akkor rakjunk be egy vízit. Így. Talán ez így működni fog. A szokumimusz az nem baj, szóval keveset sebez. Életese valami sok. Hup. Annyira elég a élete, hogy a húsevő dinóknak a ütését kibírja. Na, rögtön erre vált. Ennek egy ütés vagyunk. Izének. Én egyébként ezt a dinót, tudjátok, hogy szoktam hívni? Ezt. Ami ellen harcolunk. Csuka. Hát mert olyan feje van, mint annak a halnak, a csukának. Csukadino. Na. Szerintem nem bónuszolt, nem? Nem, oké. Oké. Most mi bónuszolunk. Mert ugye ő is bónuszolt egyet. Na támadj. Yeah, mind a négyet. Simán kiütjük. Mondjuk előző körben is simán kiütöttük. És akkor ő 4 ütés lesz, nem? Vagy 3? 4. Én szerintem nem védekezek, inkább bónuszolok. Nem akarom ugyanazt a hibát megcsinálni. Mert lehet, hogy a vízivel könnyebben kiütjük ezeket. Főleg így, hogy full... Főleg így, hogy ilyen 4-es támadást csinál. 1, 2, 3, 4. Hú. Az a baj, hogy ő egy kicsit, a másik egy picit sokat üt. Szóval lehet, hogy 2-ből ki tud ütni, hogyha le van gyengítve. Szóval megpróbáljuk azt, hogy hát ha megpróbál minket megtámadni, mert ha megpróbál minket megtámadni, akkor lehet, hogy ki tudjuk ütni. És támad! Oké, akkor ezt megnyertük. Jej! Akkor ez sima liba. Boom, kész.
Nézők, még egy valami. Még egy valami, mielőtt befejeződik ez a videó. Szeretné, ezt már régóta meg akarom tőletek kérdezni, mert tudom, hogy sokan szeretitek ezt a sorozatot, és sokan megnézitek. És direkt ez miatt, aki mondjuk tud kommentet írni, vagy aki kommentet szokott írni, inkább mondhatom így is, az légy szíves írja le nekem, hogy pontosan miért szereti ezt a sorozatot. Írjátok le kommentbe, hogy mit szeretek a sorozatba. Például ilyet, hogy kicsit vicces vagyok, vagy érdekes, amiket mondok, vagy jó hallgatni azt, hogy a saját véleményemet mondom, vagy akármit, amit gondoltok erről a sorozatról. Meg nyugodtan írhattok nekem tippeket is, hogy mondjuk mivel lehetne jobb a sorozat, ha van ilyen ötletetek. Ha nincsen, az se baj. Csak erre vagyok kíváncsi, hogy miért szeretitek ezt a sorozatot. Ezt írjátok le nekem, mert ez engem már nagyon régóta érdekel, hogy miért. És ezt már egy pár ismerősömmel is beszélgettünk erről, hogy miért. Miért szeretik ennyien. Mert én nem értem. Ma amikor én vágom a videót, vagy tegyük fel, ritkán visszanézem, akkor igazából én nem tartom sem mókásnak, inkább uncsinak tartom, de ti tudjátok, ha nektek tetszik, akkor tetszik, kész. Na, szóval írjátok le, miért tetszik nektek, én Oxifoxi voltam, találkozunk a következő videóban is. Sziasztok! Poster with my face on a giant poster. Tonight we're having oyster with the Kobe steak in the toaster. When you feed my lines and shit, you better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlet J and then I